Hertlen Károlynak hívnak, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizika Intézetében dolgozom. Fizika tanításával ez a hobbim, és ez a munkám is, és hát azért jöttetek ide, hogy egy fizikaórát nézzetek meg. Annyit szeretnék elmondani a fizikaórával kapcsolatosan, hogyha körülnéztek ott hátul, meg itt találtok egy-egy videokamerát. Ez a videokamera most forog, felvételt készít, a művelődési háznak a dolgozói csinálnak erről egy videófelvételt, amit később meg lehet nézni, akár otthon, akár fizikaórán, hogy emlékeztetőként ez a művelődési háznak a, hogy is mondom, az ajándéka nektek. Nos, a fizikával kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy a fizika egy görög szóból származik, a physos nevű szóból, görögül az annyit jelent, hogy a természet, a körülöttünk levő világ. Tehát amikor a körülöttünk levő világot szeretnénk megismerni, akkor a fizika nevű tantárgya az, ami leírja annak működését. Ugye az a helyzet, hogy szeretnénk mutatni rögtön egy jelenséget. Ha az ember ezeket a jelenségeket szeretné megérteni, nemes egyszerűséggel csak annyit kell tenni, hogy kinyitni a fizika könyvet, esetleg egy kis meleg vizet öntünk, és a meleg vízhez öntsünk egy hideg folyadékot, és ha kettő találkozik, akkor a kettő között mennyire fogjuk látni, hogy pontosan mi fog történni. A kettő között ilyen energia kicserélődés történik. Ez azt jelenti, hogy a hideg és a meleg között történik egy kölcsönhatás. Ennek a kölcsönhatásnak az eredményeként látjuk ezt a jelenséget, hogy pontosan mi is történik, majd fogunk erre még odafigyelni. Azt mindenképpen lehet tudni, hogy alulra forró vizet öntöttem, és a forró víznek a tetejére öntöttem egy olyan folyadékot, amit rövidesen meg fogunk ismerni, cseppfolyós nitrogénnek hívják. Ez a cseppfolyós nitrogén a környezetünkben levő levegőnek egy alkotó része, egész pontosan 78% a cseppfolyós nitrogénnek az aránya. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a legnagyobb alkotó eleme, hogyha megismerjük, hogy akkor a levegőben egy szintelen szaktalan gáz a levegő, és akkor ez a szintelen szaktalan gáznak egy része. Ugye, amit mondtam, hogy ez a nitrogén, amit beöntöttem, ez cseppfolyós, ez azt jelenti, hogy a cseppfolyósága mentén azt jelenti, hogy ez nagyon hideg. Hogy pontosan mennyire hideg, hát erre mindjárt nézzünk egy kísérletet. Jó, tehát akkor itt van egy olyan edény, nézzétek meg, ez egy kettős falu edény, egy edényben egy edény, összeforrasztották, és ezen a csonkon keresztül a két edényfal közül kiszivattyúzták a levegőt. Azért szivattyúzták ki, hogy a hőszigetelése jó legyen. Ez a hőszigetelés, majd mindjárt beszélünk róla, mitől lesz jó. Annyit kell tudni, hogy ha ebbe öntünk egy kis cseppfolyós nitrogént, hát hoztam cseppfolyós nitrogént elég sokat, a kísérleteink bemutatásához mindenképpen, akkor meg is nézhetjük, hogy hogy néz ez ki. Nagyon úgy néz ki, mintha víz lenne, mely forrásban van. Azt látjuk, hogy az edénybe belekerülve egy nagyon hevesen rotyogó anyagot látunk. Ez is szintelen, szaktalan, teljesen átlátszó anyag. Mínusz 196 Celsius fok hideg. Tehát a Földön természetes körülmények között ennyire hideg soha sincsen. Ezt mesterségesen tudjuk előállítani, különböző hűtési feladatokra lehet használni. Most az történik, hogy beleöntöttem a cseppfolyós nitrogént az üvegedénybe. Az üvegedény a környezettel megegyező hőmérsékletű volt. Ez azt jelenti, hogy a megegyező hőmérséklet, hogy szobahőmérséklet, ilyen 21 néhány fok lehet itt. És akkor a hőkicserélődés eredményeként az üvegnek a belső része már mínusz 196 Celsius fok hideg, a külső része az pedig, ha megnézitek, kézzel könnyedén megfogható, talán itt az első sorban levőnek meg tudom, ha bátrak vagytok, megnézhetitek, hogy hát hűvös, de a mínusz 196 Celsius fokhoz képest az semmiképpen nem az. Hát látjuk, hogy az edényünk forr.
az edényben a folyadék for. Nézzétek meg, ha ráteszem a kezem, akkor abban marad a forrás, ha elveszem a kezem, akkor ismét for. Ez egy nagyon érdekes jelenség, olyannyira érdekes, hogy talán megnézhetjük még egyszer. Ráteszem a kezem, abban marad a forrás, és amíg itt van a kezem, addig nem for. Ha elveszem, akkor ismét elkezd forni. Na, nézzünk utána, hogy mire tanít ez a kísérlet minket, hiszen nem öncélúan kísérletezünk, hanem szeretnénk megismerni a környezetünket. Ha megismerjük, akár az is lehetséges, hogy ki tudjuk úgy használni, hogy a céljainknak jobban megfelel. A cseppfolyós nitrogénről tudjuk, hogy mínusz 196 Celsius fokon for. Tudja-e közületek valaki, hogy a víz hány fokon for? Na, te meg tudod mondani? 100 fok. Ezt most kérdezted, vagy kijelentetted? Mondom. Így van, akkor mondjuk még egyszer, hogy a hangsúly is rendben legyen. 100 Celsius fok. Így van, az az igazság, hogy ez nem jól mondtad mégsem. Mert azt mondtad, hogy 100 Celsius fok, és levitted a hangsúlyodat, pedig azt kellett volna mondani, hogy 100 Celsius fok, akkor, hogyha a légköri nyomás, az megegyezik a tengerszintre átszámított nyomással. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a folyadékoknak a forrása nyomásfüggő. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy most könnyedén a cseppfolyós nitrogénünk könnyedén forrás után el tud szabadon távozni az a gáz, ami keletkezik belőle. Ha én ide teszem a kezemet, akkor szabadon nem tud eltávozni, hanem egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás. Egy idő után már kezemmel se tudom itt tartani. Ilyenkor az történik, hogy a megnövekedett nyomás hatására megváltozik a hőmérséklet, amin forrásba jön a cseppfolyós nitrogén. Ez azt jelenti, hogy a mínusz 196 helyett egyre magasabb és magasabb lesz, ahogy növeljük a nyomást. Ugyanez történik a víz esetében is. Gondoljatok utána, hogyha szeretnénk, hogy az ételünk hamarabb megfőjön, akkor milyen edényt szoktunk választani? Súgjak? Kukta gyorsfőző edényt szoktunk választani. A kukta gyorsfőző edényt, ha majd otthon ez előadás után hazamentek, megnézitek, fogjátok látni, hogy nagyon különleges teteje van. Ez a tetejét nem rátesszük, hanem bele kell tenni, és alulról a nyomás fogja nekifeszíteni az edénynek. Ugye a másik esetben, hogyha megnéztek egy hagyományos edényt, és arra rátesz az ember a födőt, amikor elkezd forrni, akkor elkezd így megemelkedik a földre, azt visszaesik az eredeti helyére. Először egy Papen nevezetű fizikus volt, illetve természettudós volt, aki ebben foglalkozott. Ő vette észre, hogy a gőznek a feszítő ereje képes fölemelni a földőt, de ma már odáig is eljutottunk, sőt, mi több, nem ma, hanem már sok száz évvel ezelőtt, hogy ennek a gőznek a feszítő erejével akár mozdonyt is lehetett hajtani. Tehát tulajdonképpen egy egyszerű megfigyelésből eljutunk odáig, hogy egy helyettünk dolgozó eszköz, a gőzmozdonyt, vagy a gőzmotor tudjuk meghajtani. No, tehát akkor ugye mínusz 196 Celsius fok hideg a cseppfolyós nitrogén. Az a helyzet, hogy szerintetek mi történik, ha ráöntöm valakire a cseppfolyós nitrogén? Meghal. Igen? Semmi? Ajaj. Na ez már, itt már drámai feszültség van, mert van, aki azt mondja, hogy meghal, van, aki azt mondja, hogy nem történik semmi. Te mit mondod? Hát lefolyik róla, mert maga a test az annyira meleg, hogy a nitrogén az így nem fog folyni rá, aha. És ezért Haarender nem kesztyűt for, mert a nitrogén az ráfolyik, kesztyű beszívja, és akkor ott van sokáig, és a... Jó. Megnézzük, hogy mi a történet. Hasonlítsuk össze a vizet és a cseppfolyós nitrogén. Nézzétek meg, itt van nekem, kikészítettek egy kis vizet. Elvégzünk egy olyan kísérletet, amit akár mindenki megnézhetett. Én fogom és ide öntök egy kis vizet, így. És ha megnézitek, a víz ott van egy foltban az asztalon. Nem folyott le róla. Nézzük meg ugyanezt cseppfolyós nitrogénnel mi történik. Tehát itt van a cseppfolyós nitrogén. Ráöntöm, és a cseppfolyós nitrogénből egy szikrányi sem marad az asztalon, hanem megismétlem, hogyha közel akar jönni. Tehát megmutatom, tehát igazából egy szikrányi sem marad, hanem leszalad róla. Akadály és mindenféle, hogy is mondjam, ellenállás nélkül folyik a cseppfolyós nitrogén.
azt is meg lehet mutatni, hogyha a cseppfolyós nitrogént ide kiöntöm, így, nézzétek meg, akkor egészen bemegy oda alátok, ott, hogy nem ide kell néznem a lábotok alá, és fogjátok látni, hogy odáig is elfolyott a cseppfolyós nitrogén. Még egyszer, hát nem akadály. Na most akkor megcsináljuk még egyszer, mert valaki nagyon kérte. Na most akkor kérlek benneteket, hogy egy picit csöndesedjetek el, elmondom, hogy miért is csináljuk ezt a kísérletet. Ugyanis a jelenség nagyon izgalmas, amikor a cseppfolyós nitrogén találkozik a környezetével. A környezete, mint megbeszéltük, mindig hidegebb, környezeténél mindig hidegebb. Ugye megbeszéltük azt, hogy a cseppfolyós nitrogén az olyan alacsony hőmérsékleten forr, hogy ez a forrás, ez sehol nincs, ilyen alacsony hőmérséklet a Földön, hála a jó Istennek. Na most, ebből mi következik, hogy bármihez hozzá akarna érni a cseppfolyós nitrogén, hevesen elkezd forrni, elképesztő módon elkezd forrni, és ennek a forrásnak az az eredmény, hogy gáz keletkezik, azt már láttuk. És ez a gáz az olyan mennyiségben keletkezik a nitrogén és a talaj között, hogy keletkezik belőle egy gázpárna, és ezen a gázpárnán akadálytalanul tud menni, nagyságrendnek akadálytalanul, úgy, mint egy légpárnás hajó. Nézzétek meg, íme ott van, és akkor a tanteremnek a legvégébb, vagy a teremnek a legvégéig is elmegy a cseppfolyós nitrogén. Ugye akkor ez azt jelenti, hogy a környezetét lehűti, azt is láttátok, hogy a víz az megnedvesíti az edényt, vagy a talajt, amire ráöntöttük. Ugye a víz az itt maradt az asztalon, a cseppfolyós nitrogén az könnyedén leszaladt, tehát hogyha fogom magam és iszonyatosan bátor módon ráöntöm a kezemre, látjátok, nem történik semmi. Ez azt jelenti, hogy természetesen arra vigyázni kell, hogy nem így tartja az ember a markát a cseppfolyós nitrogénnek, mert akkor ott megáll, onnan nem tud kiugrani, arra nem képes, csak így könnyedén le tud folyni, viszont az alatt az idő alatt, amíg lefolyik, ennyi idő alatt nem történik. Akkora hőmérséklet változás, hogy az bajt okozzon nekem. Hogy az akkora hőmérséklet változás, az azt jelenti, hogy amikor a nitrogén jön a kezemhez közel, hevesen elkezd forrni, még mielőtt hozzáérne, és a forrásból gáz keletkezik, és a gáz a folyadékot nem engedi odaérni. A gáz az hőszigetelőként viselkedik, a folyadék viszont nem tud hozzáérni. No, tehát akkor ezt kell meglátni. A cseppfolyós nitrogénből keletkező gáz feszítő erejét szeretném megmutatni. Hát gőzmozdonyt én nem akarnék csinálni itt a szobába, de egy gőzgépet sem. Viszont a cseppfolyós nitrogén ez alkalmas lesz arra, hogy ennek megfelelően tudjunk csinálni valami kis munkavégzést. Hát ugye ez energiát alakítunk át egyikből a másikba. Itt van egy palack. Nézzétek meg. Ezt a palackot én le fogom tenni az asztalra, és hogy tudom, hogy az asztal sokáig a nitrogénnel érintkezik, akár meg is sérülhet. Ezért itt fogom, és egy kis cseppfolyós nitrogént öntsünk bele ebbe az edénybe. Ugye azt biztosan tudjuk, hogy akkor a keletkező gáz szépen látszik, hogy jön kifelé, mivel a környezeténél lényegesen hidegebb, tehát sűrűbb, ezért lefelé fog fállni. Ezt a gázt az elé megmutattam a kezemmel, a befogom, abban marad a forrás. Most egy dugóval fogom elzárni, és az elzárás után várunk egy kicsit. Egyszer csak a dugó fogja magát, és... Na mi lesz? Fogja magát, és kilöki a dugót a keletkező gáznak a nyomása. Ez azt jelenti, hogyha tegye fel a kezét, aki még nem tanult fizikát, aki még nem járt fizika órán. Jó, tehát akkor mindenki egy keveset hallott. Amikor én ezt fogom, beledugom, akkor utána látjuk, hogy a dugó nyugalomba van. Ez azt jelenti, hogy mozgási energiája nincs. Mozgási energiát ugye úgy szoktuk kiszámolni, hogy megnézzük a testnek a mozgási
Tehát megnézzük a testnek a sebességét, megnézzük a tömegét, és ugye az 1-2 M-szer V4-zet szorzattal kiszámoltjuk, hogy mekkora az ő mozgási energiája. Az az igazság, és az a szép ebbe a kísérletbe, hogy fogom, és azt mondom, hogy a dugó nyugalomban van. Vajon honnan kapja az energiát? Mert ugye ebben a pillanatban még nincs, később pedig már mozog. Igen, mondjad. Kinek van ötlete, honnan kapja az energiát? Hát világosan látszik, hogy az a dugattyú alatt levő terület, de nagyobb lesz a nyomás, mint a dugattyú, mint az üvegen kívül. Tehát az üvegben belül levő nyomás lesz az, amik felelős lesz azért, hogy a dugó kirepül. Ugye egyre nagyobb és nagyobb a nyomás. A dugattyúnk, az mikor kirepül, a levegő, ami kiáramlik, fölgyorsít és mozgás energiát ad neki. Azt is látjuk, hogy körülbelül innen elindul és idáig följön, és itt egy pillanatra meg is áll. Ez azt jelenti, hogy elfogyott a mozgás energiája fölfele haladás közben, és a mozgás energiája, ha elfogyott, akkor átalakult egy másikká, az úgynevezett helyzeti energiává. Ugye azért mondjuk, hogy helyzeti energiája van, mert ha az ember fogja magát ebben a magasságból leengedni, akkor érezzük, hogy együtt egy nagyot, és akkor világos, hogy a fündgőlegesen lefelé eső testnek, ahogy esik lefelé, látjuk, hogy a sebesség egyre nagyobb, azt is látjuk, hogy a legvégén becsapódáskor vagy összetörik a tárgy, vagy a talaj, amire ráesik, az megsérül. Tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy a helyzeti energia mozgási energiává alakult. De még mindig nem értjük azt, hogy pontosan hogyan lehet megmondani, hogy milyen energia alakult át előbb helyzeti, vagy a mozgási, később helyzeti energiává. Nagyon érdekes dolog, ha ide rászerelnénk egy nyomásmérőt, akkor ez a nyomásmérő azt mutatná, hogy egyre nagyobb és nagyobb a nyomás a palacban. És akkor, amikor ez a palacban levő nyomás elkezdjük vizsgálgatni, akkor rájövünk arra, hogy a dugó akkor fog nagyon magasra menni, hogyha nagyon nagy lesz a nyomás, vagy hogyha nagyon nagy mennyiségű gáz fog kiáramlani. Vagyis ez azt jelenti, hogy megnézhetjük, hogy mekkora a nyomás belül. Megnézhetjük, hogy mekkora a térfogata, és ez a két dologtól fog függni. Minél nagyobb a nyomás, annál nagyobb lesz a az az energia, ami átadódik mozgás energiává. Minél nagyobb a palacnak a térfogata, annál nagyobb lesz a lökés, ugye annál több gáz fog tudni kijönni. Így, hogyha összeszorozzuk ezt a két mennyiséget, a térfogatot és a nyomást, gondoljuk meg a térfogatot, miben mérjük? Ki tudja megmondani közületek? Igen? Mondjad? Ki? Ez világ, jó, idáig jó, tehát akkor a térfogatot úgy nézzük meg, hogy egy téglatestszerű testnél, hogy a magasságát, a szélességet és a hosszúságát összeszorozzuk. Miben mérjük a magasságot, a szélességet és hosszúságot, mondjad? Méterben, a távolságot méterben szokás mérni, vagy annak tört részeiben, vagy sokszorosában. Tehát deciméter, centiméter, milliméter, kilométer, ugye ezek a szakásos méretek, mértékegységek a távolságban. Ha összeszorozzuk őket, akkor méterszer, méterszer, méter, vagyis köbméterben mérünk térfogatot. Nyomást miben mérünk? Ki tudja? Ez egy kicsit kevésbé ismert dolog, ugye? Igen. Paszkálban mérünk, ami nem más, mint newton per négyzetméter, egységnyi nagyságú felületre hány newton erő esik. Ha kettőt összeszorozzátok, hogy a köbmétert és a newton per négyzetmétert, rosszul mondom, köbmétert és a newton per négyzetmétert, akkor az eredményként newtonszor métert kapunk, ami éppen a joule mértékegysége. Ugyanez a mértékegysége lesz egyébként a mozgási energiának és a helyzeti energiának is. Honnan került ebbe nyomási energia? Mert ezt úgy hívják, a palacnak, amikor lezárjuk és elkezd növekedni benne a nyomás, akkor ugye a térfogat és a nyomás együttes, tehát a térfogat és a nyomás szorzat adja meg együttesen, hogy mekkora benne elvégezhető munka. Honnan kapja? Hát látjuk, a környezetét lehűti, és ennek a lehűtés eredményeként a környezettől hőenergiát vesz el, és átalakítja a nyomás energiává. Hallgassatok csak!
Én most már majdnem, hogy remeg a kezem, olyan nehéz megtartani ezt a nyomást. Elengedem és pöffen egyet, elkezd forrni hevesen a nitrogén. Azt hiszem, jól láthattátok mindezt. Tehát tulajdonképpen maga ez a folyamat egy energia átalakulási folyamat. Hőenergiából lesz nyomásenergia, a nyomásenergiából mozgásenergia, és a mozgásenergiából pedig hőenergia. Szerintem ez így teljesen jól követhető. Ha szeretnénk megérteni, hogy pontosan hogy is van ez, nézzük meg még egyszer a kísérletet. Egy kicsit másképpen, a kicsit másképpen az azt jelenti, hogy most egy másik palackot fogok elővenni, egy másik dugóval, és ez a másik palack, a másik dugóval egy annyival másképpen fogjuk csinálni, hogy teljesen teletöltöm nitrogénnel. Tehát színültig megtöltjük nitrogénnel. És aztán fogjuk lezárni. Így, látjátok, színültig van nitrogénnel. Itt a dugó. A dugót keresztül furtam egy csővel, és hogyha megnézitek, akkor ezt lehet csinálni vele. Cseppfolyós nitrogénből egy szökőkutat csinálunk. Úgy is van. Mindenki érzi, hogy jóval hűvösebb lett a cseppfolyós. Nem kell félni. Az a helyzet, hogy nem szeretnék belekerülni a blikbe, meg az egyéb ilyen szennylapokba, azáltal, hogy itt valaki megsérült, ez sokszor bemutatott, kipróbált kísérlet, csak legfeljebb még ti vagytok annyira fiatalok, hogy nem ismeritek. Na, tehát akkor mindenki láthatta azt, hogy a környezet hőjétől a cseppfolyós nitrogén hevesen forrt, a keletkező gázokat szabadon nem engedtük, látjátok, itt most könnyedén ki tud menni a keletkező gáz, és ennek eredményeként ennek a gáznak a nyomás ezen a csövön keresztül kezdte ki süvíteni a cseppfolyós nitrogén, fölment, mozgásenergiából helyzeti energia lett, és a helyzeti energia eredményeként, tehát hogy ott fönt egy hideg, sűrű anyag volt, az szépen leült, és éreztétek, hogy a tanterremben tényleg lehűl. Jó, tehát ebben benne van minden. Azért nem lehet még egyszer csinálni, mert ennek a csőnek a hőmérséklete nagyon sokat számít. Hogyha ez nagyon hideg, akkor már nem olyan jól működik a kísérlet. Jó, tehát ezt nem ismételjük meg, ezt a kísérletet. Azt viszont meg lehet tenni, hogy azt fogjuk csinálni, ami még itt van, kis cseppfolyós nitrogénszer beleöntjük. Azt fogjuk csinálni, hogy emlékezzetek vissza, itt van benne még egy kis cseppfolyós nitrogén, dugóval lezártuk, és a dugóval lezárás után egyszer csak kinyomja a gáz, és a dugó ugrik egyet. Azt is meg lehet csinálni, megfordítjuk a kísérletet. Ez azt jelenti, hogy bedugom, és így tartom, és amint látjátok, hátrafelé el tudjuk lőni ezt a palackot. Jó céloztam, ugye nem találtam el senkit, jó? Tehát teljesen egyértelmű. Amit láttatok, köszönöm szépen. Tehát amit láttatok, az ugye mi volt? Megpróbáljuk ezt is megérteni. Itt a dugó maradt egy helyben, és a palack repült el. Amikor én ezt így megfogtam, akkor gondoltok utána, hogy a cseppfolyós nitrogén, amíg itt így volt, folyamatosan itt maradt, és folyamatosan nyugalomban maradt. Amikor megkilőttük a dugót, akkor sem mozdult meg a nitrogén, de amikor én ezt bedugtam, átfordítottam, akkor ide kerül a cseppfolyós nitrogén. Először kiveti a dugót, a dugó után kilőke a nitrogént, a dugó után a nitrogén, a folyékony nitrogén, után a gázhalmazápató nitrogén, és ezért egy háromfázisú rakétát csináltunk. Ennek a sebessége sokkal nagyobb lett, mint a csak mikor önmagában a dugó repül el. Jó, tehát akkor ez volt a cseppfolyós nitrogénes rakéta, illetve szökőkút elve. Amit szeretnék még megmutatni nektek, az egy másik nagyon hideg anyag. Ez a másik nagyon hideg anyag ebben az edényben van. Úgy hívják, hogy száraz jég. Ide kiteszek egy pár darabkát a... Halljátok ezt a hangot. Hát fölveszem, akkor elmahagadt. Na, szóval az a lényeg, hogy a száraz jég, azért száraz jég, mert amiközben kiteszem az asztalra, a normál jég az meg szokott olvadni, és alatta lesz egy pocsolya. Itt viszont ilyen pocsolyát nem várunk, ezért, mert ez az anyag nem megolvad, hanem egész egyszerűen elpárolog egyből,
És amikor egy szilárd halmaz állapotra nyug, azonnal elpárolog, azt úgy hívjuk mi fizikusok, hogy szublimáció. Erről a szublimációról szeretnék egy keveset mutatni nektek. Hát az első dolog, hogy hoztam ide üvegeket. Ezekbe az üvegekbe teszünk egy kis száraz eget, és hogy beleférjen, a száraz eget kalapáccsal fogom összetörni. Így. Egyébként ez a nyikorgó hang, ez úgy alakul ki, hogy a száraz jégből keletkező gáz megemeli a száraz jeget, aztán leesik, aztán fölemelkedik, leesik, és azért így ilyen nyöszörgő hangot fog hallatni. Tehát ide beteszünk ebbe a két edénybe száraz jeget. Ez még túl nagy is. És akkor ezekből a száraz jég darabkákból teszünk egy keveset a edényünkbe, ígyni, és akkor most ad lesz a kívánság kérdésem felétek, hogy a száraz, még ebből a száraz jégből teszünk, a maradékot betesszük ebbe az edénybe, ígyni. Nos, amíg itt az események történnek, megbeszélünk dolgokat. A száraz jégről tudni kell, hogy széndioxidból van. A széndioxid ugye az egy szintelen, szaktalan gáz, amelyről semmit nem nagyon tudunk, így elsőre. Tehát legalábbis amikor az ember középiskola előtt még megkérdezünk 10-15 gyereket, akkor senki nem nagyon tudja, hogy a széndioxid az pontosan micsoda. Hát, hogyha szenet meggyújtunk, akkor abból széndioxid lesz, de hogyha szénhidrogéneket gyújtunk meg, mint például benzint, gázolajat, propánbutángázt, földgázt, azok mind-mind széndioxidra és vízre égnek el. No, tehát akkor amit szeretnék megmutatni nektek, az a következő lesz. Itt van egy gyufa. Ebből a gyufával meg fogom gyújtani ezt a gyertyát. Így. Ezt a gyertyát éppen ide betesszük ebbe az edénybe, így, és amint látjátok, ez az edényben nagyon jól el van. Hogy sokáig így tud égni, azt rögtön mindenki meg tudja látni, hiszen most egy kicsit magára hagyjuk, és megnézzük azt a két edényt. Ebbe a két edénybe, mind a kettőbe száraz jeget tettem, láttok benne folyadékot? Tessék. Tehát senki nem látja, hogy itt a folyadék keletkezne, viszont gáz keletkezik. Ki hiszi el nekem, hogy ebből gáz keletkezik? Fizikórán nem a hitre építünk, az egy másik óra. Az is fontos, de a fizikaórán, amikor valami az ember szemének nem látható, vagy egész egyszerűen fizikálisan nem tudjuk a testünkkel érzékelni, akkor arra mindig detektorokat és műszereket szoktunk építeni. A detektor szó annyit jelent detektálni, észlelni a dolgokat. Én hoztam ilyen speciális detektort, többet is, úgy hívják, hogy gázfejlődés jelző detektor. Nézzétek meg, ezt a gázfejlődés jelző detektort én ide ráhúzom, és hogyha egyre nagyobb és nagyobb lesz ez a gázfejlődés jelző detektor, akkor az azt jelenti, hogy ott tényleg gáz keletkezik. Szerintem mind a ketten, vagy mind a hányan látjátok, hogy a két detektorunk az elkezdett növekedni, és egyre nagyobb és nagyobb lesz. Jó, egyelőre ezzel majd később visszatérünk. Foglalkozzunk ezzel a gyertyával. Emlékezzetek vissza, hogy itt van egy-két apró darab száraz jégdarabka, és ebből a száraz jégdarabkából szublimáció révén elkezd alulról fölfelé növekedni a széndioxidnak a mennyisége, mert a széndioxid gáz a sűrűbb gáz, mint a levegő, két ok miatt is, egyik részről a molekulája nagyobb, másik részről alacsonyabb a hőmérséklete, és ez a gáz ez úgy önthető, mintha víz lenne. Mi történne akkor, hogyha ebbe öntenék ebbe a pohárba vizet? Mondjuk teleöntenék. Hát világosan látszik, amikor a gyertyának a lángját eléri a víz, akkor elalszik, úgy, ahogy mondtad. Nézzétek meg, most fogom, ebben itt van benne a széndioxid, elkezdem önteni,
gondoljatok egy láthatatlan folyadékra, és egyszer csak fogja magát, és elalszik. Világos, amit mutattam? Még egyszer meg fogom mutatni a dolgot, mert szerintem ez megér egy misét, ahogy szokták mondani. Tehát itt van egy másik gyertya. Ezzel a gyertyával egy picit másképpen fogunk eljárni. Azt fogom csinálni, hogy meggyújtom a gyufát. Így. Meggyújtjuk a gyertyánkat. Így. Na. És akkor ugye, ha el akarom ezt oltani, akkor azt is megtehetném, hogy elfújom, de sokkal jobban tudok, fogom ide, belemártom és elalszik. Hogy is mondjam, nehogy azt higgyétek, hogy az ördögnek eladtam a lelkem, hogy varázsolni tudjak, egyszerűen csak fizikát tanultam. Nézzétek meg, ezt a gyertyát ide szépen belemerítjük, és egyszer csak fogja magát, pont ott, ameddig ér a víz, vagy a gáz, a széndioxid, addig elalszik. Világos? Na jó, hát akkor ezen is túl vagyunk, a száraz jégről láttuk, hogy belőle szublimációval keletkezik egy szintelen szaktalan gáz. Ez a szintelen szaktalan gáz, ez sűrűbb, mint a levegő, úgy lehet egy edényben, ha fölfogjuk, úgy lehet öntögetni, mintha víz lenne. Egyébként, hogyha figyeltetek, akkor most, hogyha meg akarnánk ezt a kísérletet még egyszer csinálni, hogy még egyszer leöntöm, akkor az első dolog az, hogy ki kell venni a gyertyát. A második, hogy kiöntjük a benne levő széndioxidot. Ez fontos. Különben a gyertyát visszarakom és azonnal elalszik. Utána semmi többet nem kell csinálni, csak fogom, meggyújtom a gyertyát. Így. Aztán tudjuk, hogy egyszerűen csak így el lehet oltani. Aztán beteszem szépen a gyertyát ide. Így. Akkor a gyertyánk miért is tudott égni? Hát mondtuk, hogy a gyertya is széndioxidra és vízre ég el. Csak hogy ez a széndioxid lángban születik, és ez a lángban születő széndioxid, ez kitágul, sokkal könnyebb lesz, mint a levegő, és fölfelé indul el. És a fölfele áramló széndioxidban dús levegő helyére oldalról széndioxidban szegény, oxigénben gazdag gáz fog keletkezni. Tehát ha most lenne olyan jelenségünket, ki lehetne mutatni, de az egy laboratóriumi körülményeken, hogy látnánk, hogy itt befelé ömlik, itt pedig a közepén emelkedik fel a gáz, de hogyha a beömlő gáz helyére mi öntünk egy kis széndioxidot, akkor egész egyszerűen el fog aludni. Ilyen egyszerű a történet. Úgy is mondhatnánk, hogy a széndioxid ennek megfelelően egy nagyon veszélyes anyag, mert hogyha túl sok széndioxid van, akkor nem csak a gyertya alszik el, hanem a gyertya mellett, ha ott van egy ember, akkor az ember is elalhat. És akkor őt viszont nem lehet csak egy gyufával újra elindítani. Azt kell mondjam, hogy tudjátok-e, hogy hol van ilyen veszély, hogy széndioxid fejlődik, és az ember nem tud róla, mondjad? Tessék? Borospincébe. Nem mindegyikben, majd mindjárt elmondom, hogy mit jelent ez. A következőt kell tudni, a borospincében mikor van ez, ezt meg tudod mondani? Hát amikor azt mondták, hogy a földre raknak le egy gyertyát, és... Igen. Melyik évszakban, melyik hónapban jellemző ez? Így szerettem volna megkérdezni. Tessék? Télen. Jó. Akkor elmondom, hogy ugye a borospincében mit tárolnak? Leginkább bor. A bor ott születik a borospincében, és ez a születési folyamat alapja az, hogy leszüretelik a szőlőt, a szőlőnek kipréselik a levét, és ez a lé, ezt úgy hívják, hogy must. Ez a must, hogyha magára hagyjuk, akkor elkezd erjedni, előbb úgy hívják, hogy murci, ez már egy kis must, egy kis bor, és aztán amikor teljességgel kiforra, akkor borrá forja ki magát. Ez a bor képződés, ez egy fermentációs folyamat, egy kémiailag elég jól leírható folyamat, és ennek eredményeként széndioxid keletkezik többek között, és még alkohol. Így keletkezik az alkohol a pincében, és a széndioxid az viszont olyan, hogy láttuk, hogy sűrűbb, mint a levegő, ezért a pincéknél előfordul az, hogy elkezdődik a mustnak a kiforrása, és a széndioxid alulról fölfelé tölti el, és amikor az ember lemegy,
és a szeme magasságáig, vagy az orra magasságáig elér, akkor nagyon gyorsan meghal. Hogy ez ne így történjen, ezért, ahogyan te mondtad, hogy derék magasságban illik vinni egy gyertyát, és amikor a gyertya jelzi, hogy el akar aludni, akkor mit kell csinálni? Hát vagy kiszellőztetni a pincét, vagy elhagyni. Tehát ez a kettő, mind a kettő teljesen jó. Érdekes módon, nem, azt mondtam, hogy nem minden pincében van ez a veszély. Képzeljétek el egy ilyen kúp alakú hegyet. El lehet képzelni, ugye? Ilyen van. Ennek a kúp alakú hegynek itt az oldalában elkezdenek építeni egy pincét. Itt nem lefelé kell fúrni, hanem azt is megtetik, hogy viszintesen fúrnak, vagy egy egész kicsit emelkedő. Ennek a pincének a bejárata lesz a legalacsonyabb pont. Ez azt jelenti, hogy ha beviszik a bort, bocsánat, a mustot a borforrásához, akkor pontosan a bejáratnál lesz a legalacsonyabb pont. Ott fog összegyűlni a széndioxid, tehát amikor bemegy a gazda, kinyitja, akkor kihömpölyög a széndioxid. Ezek veszélytelenek, ezek a pincék a must forrása során. Ez gondolom világos. Van egy nagyon érdekes tulajdonsága a széndioxidnak, azt mondják, hogy ez üvegház hatású gáz. Ki hallott ezt a kifejezést? Mit jelent ez, tudod? Nem. Jó. Az üvegház hatás ez azt jelenti, hogy az ember úgy tapasztalja leginkább, hogy ha széndioxidban dús környezetben az ember bemegy, oda jellemzően lélegeztető készülékkel kell bemenni, vagy egyéb módon kell gondoskodni a széndioxid szintjéről, akkor azt tudja tapasztalni, hogy mintha ruhát vett volna föl. Egész egyszerűen azok az elektromágneses hullámok, amit az emberi szervezet kibocsájt hőformájában, ezek a hőbenként kibocsájtott hullámok, ezek egész egyszerűen a széndioxidról visszavenődnek. És hogyha valaki egy ilyen széndioxiddal telt edénybe bemászik, akkor azt fog érezni, mintha begyújtottak volna, befűtöttek volna, a teste nem tudja leadni a hőt, hanem ott fog gyülekedni, és hát ez tulajdonképpen egy orvosi beavatkozásnak is szokták használni. Én jártam kint egy ilyen, útják ezeket a helyeket, hogy mofeta. Ez úgy képzeljétek el, hogy amikor először az emberek észrevették ezeket a mofetákat, ezek egy ilyen tölcsér alakú üregek, általában olyan helyeken, ahol jellemzően vulkáni tevékenység van a mélyben, és akkor onnan a vulkáni tevékenység eredményeként tör föl a széndioxid, és akkor ebben a tölcsérben a sűrűsége okán megáll a széndioxid, és ha az ember oda ebben a mofetába bemegy, és mondjuk derékig ér neki a mofeta, akkor azt érzi, hogy a deréktől lefelé elképesztően meleg lesz. Ennek eredményeként az ilyen keringési zavarokat tudják vele kezelni, vagyis azt jelenti, hogyha majd mai modern, úgymond épített mofetába bemegy az ember, az úgy néz ki, első körben nagyság úgy néz ki, mint hogyha egy medencében, tehát ilyen úszó medencében lenne, csak nincs benne víz, csak ez a láthatatlan széndioxid van benne, és ez a láthatatlan széndioxidba bemennek az emberek, és így eddig ér általában mindenkinek a medence, és akkor ott állnak benne, és a kezelés abból áll, hogy ott kell állni. Aki bemegy, az nem tudja leadni a hőt, ezért aztán az erei kitágulnak, elkezd a vér áramlani, és tulajdonképpen ez okozza a gyógyulást. No, két darab edényünk van, és akkor azt hiszem mindenki jól látja, hogy a széndioxidunk egyre kevesebb és kevesebb, tehát látjátok, hogy most hát csak egy kevesebb van, mint az eddig volt, és viszont fönnfúvódott a léggömbünk. Hát akkor nézzük meg, hogy mit lehet ebben csinálni. Azt mondtam, hogy a széndioxid ezt a folyamatot, a szublimációt -78,5 fokon csinálja. Azt is mondtam, hogy a cseppfolyós nitrogén ennél sokkal-sokkal hidegebb, -196 Celsius fok hideg. Tehát, én azt fogom csinálni, hogy ide teszem az edényünket, öntök alá egy kis cseppfolyós nitrogént, vagyis az edényünknek az alját most nem melegíteni fogjuk, hanem lehűteni, és amikor elkezd lehűlni az edényünk, -196 Celsius fok felé, egyszer csak a -78,5 foknál azt veszük észre, hogy a léggömbünk, mit veszünk észre a léggömbről, hogy egyre kisebb és kisebb lesz, most eltűnik a gáz. Ha megnéznénk, megállíthatjuk egy kicsit, akkor azt látjuk, hogy jé, az edénynek a külső felületére ráfagyott a széndioxid. Ott látszik.
látszik. Na, akkor most, ha tovább hagyjuk ezt a hűlést, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a léggömbünk teljes egészében összehúzódik olyan kicsire, mint amilyen kicsi volt a kezdet-kezdetén, és utána, hogyha ezt jól csinálom, akkor még az is megtörténik, hogy a széndioxid teljes egészében átalakul szilárd halmazállapottá, az összes széndioxid eltűnik, és úgy ki tudjuk bélelni a léggömbbel a lombikot, ahogyan sehogy másképpen. Nézzétek meg, hogy teljes egészében nekifeszül az edény falának, nem kell félni, nem fog robbanni. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez teljes egészében kibújt. A másik, amit szeretnék megmutatni nektek, itt van a másik széndioxidunk. Ugye itt a levegőnek a páratartalma elkezdett egy kicsit ráfagyni. Úgyhogy itt látjuk, hogy itt van a, még egyszer megmutatom, még egyszer, hogy lássátok, hogy folyadék nem keletkezett. Ugye? Látszik, hogy nem keletkezett. A léggömbünk fölfúvódott, akkor az azt jelenti, hogy csak is attól történt, hogy a szilárd átalakult kászhalmaz állapotúvá. Na most, még egy kicsit várjunk, hogy legyen nagyobb ez a léggömb, aztán még ezzel kísérletezünk egy kicsit. Most innen kivettük a cseppfolyós nitrogén fürdőből. Most az fog történni, hogy a környezet elkezdi melegíteni, és ha elkezdi melegíteni, akkor majd megint előbújik nekünk a léggömbünk, és ismét elkezdődik a folyamat előről. Nem sokára a léggömbünk kibújik. Nézzétek meg, már kisebb. Míg ez előjön, addig viszont én kitaláltam, hogy van egy jópofa kísérletem, egy kicsit a felhőkről beszélnék nektek, a kötképződésről, mégpedig a következő módon. Itt van egy palack. Ez olyan kísérlet, ha van kedvetek, ti magatok is elvégezhetik, hogy pontosan hogyan, megnézzük. Van egy palack, ebben a palackban van egy dugó. Ez a dugó át van fúrva, és van hozzá egy ilyen labdafújó szelep. Ilyen labdafújó szelepet például a tornateremben a testnevelés tanártól lehet kölcsönként, ebben szokták a labdákat keményre fújni. Nos, most is ezt fogjuk csinálni, ezt a palackot elkezdjük fölfújni. Hoztam hozzá pumpát, és megdolgozunk azért, hogy a palackot fölfújjuk jó nagyra. Így mi. És akkor elkezdem fölpumpálni. Nézzétek meg! Elkezdem belepumpálni a levegőt, és ahogy belepumpálom a levegőt, egyre nagyobb és nagyobb lesz a légnyomás ott benn. Egyre jobban és jobban melegszik a gáz. Ha hirtelen kihúzom a dugót, akkor keletkezik a palacban egy felhő. Ettől a felhőtől el akarunk, meg akarunk szabadulni, azt kell mondani, hogy csiribú, csiribá, és eltűnik a felhő. Látjátok. Na nézzük meg még egyszer, mert ez olyan szép, hogy lehet, hogy ezzel fogtok álmodni. Pumpálom és pumpálom egyre följebb és följebb. A levegőnek a páratartalma is bekerül ide. Amikor kihúzom, ott a felhő. Tulajdonképpen az történik, hogy a levegőben levő víz pumpálás során a levegővel együtt bekerül. Ahogy növekszik a hőmérséklet és a nyomás, a levegőben oldatban marad a víz, tehát nem keletkezik belőle még pára. Pára majd akkor fog keletkezni, hogyha hirtelen lehűl a levegő. Azért fog hirtelen lehűlni, mert hagyjuk tágulni, és ez a tágulás ez azt fogja hozni, hogy lehűl. Amikor lehűl, akkor pedig azonnal elkezdődik a vízcseppeknek a keletkezése, és amikor a vízcseppek akkorák lesznek, hogy már zavarják a fényt, meg tudjuk mondani, hogy mekkorának kell lenni, hogy zavarja a fényt, olyan körülbelül 400 nanométer méretűnek kell lenni, és akkor ez a fény útjában levő cseppeket láthatóvá tudjuk tenni. A következőkben pedig azt ígértem, hogy megmutatom, hogy tényleg nehezebb a széndioxid, mint a többi gáz. Ugye ez széndioxiddal van fölfújva, az ember fogja, megköti, és
Ha megnézitek, ez gyorsabban esik le, mint hogyha levegővel fújtuk volna föl. Emlékezzetek, hogy ez a kék színű, ez széndioxiddal van fölfújva. Én hoztam egy piros színűt, hogy könnyedén meg tudjuk különböztetni. Tüdőmmel fogom felfújni. Tehát levegővel. Egyforma körülbelül a kettő? Ki gondol, hogy nem egyforma? Melyik nagyobb? Így jó? Kinek nem jó? Ne csak viccelődünk. Jó, tehát akkor ez levegővel van felfújva, ez széndioksziddal. Ugyanabból a magasságból elejtem. 1, 2, 3, és nézzétek meg, ez sokkal gyorsabban leesik. Nem is tűnik fel első, amikor az ember dobálja. De a széndioxid, ha majd utána nézte, kémia órán is érdemes megnézni, hogy mit tudunk a széndioxidról. A széndioxidnak a molekula súlya 44, a levegője az attól függ, hogy éppen nitrogén vagy oxigén, az 14, tehát igazából a különbség azt hiszem nagyon szépen látszik. Mindig a kék fog hamarabb leérni, ha egyszerre indítjuk el, és ez azért van, mert nehezebb. Azt is meg lehet próbálni. Megkérlek benneteket, hogy próbáljátok ki, hogy ide teszitek a kezetekbe, és együtt földobjátok. Így. Próbálsz ki, létszeres. Itt az egyik, ott a másik. Álljál föl, és arra fele csináld, mert én... Jó? Egyszerre kell ugyanazzal a kézzel, vagy, tehát, hogy ugyanabbal a, egyszerre a kettőt így földobni, és ugye lehet látni, hogy a kék... Megtennéd, hogy arra fele is megcsinálod, jó? Csak azért, mert... Nem tudom, mennyire szeret. Álljál föl, kérlek, úgy. Igen. Ugye szerintem jól látszik, hogy az egyikben sokkal sűrűbb, megtartatod, ha gondolod, ajándékba elfogod, mert megdolgoztál létre, jó? Akkor megbeszéltük. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a száraz jégről, a széndioxidról, stb. Tanultunk egy keveset. Ennyi hidegség után most egy kicsit nézzünk egy forró kísérletet. Nagyot ugrunk a fizika könyvben, hiszen ott hagyjuk a hőtant, és elmegyünk az elektromosságtan irányába. És az elektromosságtan irányában meg fogjuk nézni az elektromos áramnak a hőhatását. Nézzétek meg, egy elég izgalmas szerkezetet hoztam. Ez, amit ide az asztalra lerakok, ez valamikor egy mikrohullámú sütőnek volt a transformátora. A transformátorok, mint minden általában, egy primer tekercsel és egy szekunder tekercsel bír, az összes transformátorra ezt általában el lehet mondani. A szekunder tekercs ez árlatos lett, ezért én ezt szépen kifűrészeltem, és bele tekertem 3 menetet, ilyen nagyon vastag húzalból. Nézzétek meg, ez a drót, ez azért nem egy szokványos vastagságú drót. Ugye? Tehát ezt mind megnézed, hogy te jó vastag. Na, ehhez képest azért ez sokkal vastagabb. No, akkor ez azt jelenti, hogyha transformátorokról majd tanultok, a legizgalmasabb az, hogy az első ipari szinten működő transformátort itt Magyarországon készítették. Ha csak gyorsan elsorolja az ember Déri Bláti Cipernoszki, és akkor Déli ott, Déli, tehát ők hárman a Ganzmávakban dolgoztak, és gyakorlatilag ők voltak, akik elsőként tudtak egy ilyet létrehozni. Rájöttek arra, hogy a vasmagnak zártnak kell lenni, abban az esetben a hatásfoka nagyon jó lesz a transformátorunknak. Ők mondták ki azt is, hogy a transformátornak a primer oldala, ha megnézzük hány menetből áll, meg megnézzük a szekunder oldala, akkor előre ki tudjuk számolni, hogy mekkora lesz a feszültség, ami a szekunder oldalon megjelenik. Ugye látszik, hogy itt nagyon sok a menet, itt meg nagyon kevés, összesen 3 menet. Ezért ez egy olyan transformátor lesz, amely a hálózati feszültséget csökkenteni fogja. Tehát kisebb feszültség lesz, és ennek eredményeként nagyobb lesz az áramerősség. Nézzétek meg a transformátornak a legszélére, ugye a végeire, én ide teszek egy szöget, megfordítjuk ezt, mert ez az oldala az egészségesebb, így.
És ezzel zárjuk az áramkört. Na most azt mondják, és majd tanuljátok fizikából, hogy az áram, hogyha keresztül folyik valami, akkor az áram erősséggel arányosan hő is keletkezik. Ezt a hőkeletkezést szeretném megmutatni, tehát akkor nézzük meg, itt van a transzformátorunk, már csak hozzá kell kapcsolni az áramforráshoz. Itt van a primer oldal, ezt kötjük a hálózathoz, a szekunder oldal pedig rövidre zártunk egy szöggel, egy vastag acélszöggel. Itt van az áramforrás, kapcsoljuk be. Hozzáteszem, hogy ez a kísérlet életveszélyes lenne, ha nem szakavatott kézben lenne. Otthon ne próbálkozzatok ilyenekkel, mert otthon ennek könnyen halál lehet a vége. Na most, amit szeretnék megmutatni, hogy amikor bekapcsolom, akkor ennek a nagyon vastag drótnak, meg a három menetnek következtében eszerűsen nagy áram fog folyni. Jellemzően a hálózati áram, azt lehet mondani, egy átlagos háztartás összességében 16 ampernyi áramot kap. Az nem sok, talában. Ha valakinek családi háza van, akkor az mondjuk 3x16-ot vagy efélét. Itt 600 ampernyi áram fog folyni, annak következtében, hogy a hálózati feszültséget le fogjuk csökkenteni néhány volt feszültségre. Amikor bekapcsolom ennek az áramnak a hatására, ez a transzformátor, vasmag, meg az összes elkezd zizegni. Most fogjátok hallani, hogy hangosan zizeg. Ahogy a hőmérséklet ennek a szögnek emelkedni fog, ez az áram ez le fog esni, akkor már csöndesebb lesz, viszont azt fogjuk látni, hogy ezen a részen elkezd majd a szög világítani. Hogy mi lesz tovább, azt megnézzük közösen. Nézzétek meg, bekapcsolom most. Most már elkezdett a szög melegedni. Egyre melegebb és melegebb, és ha jól megnézitek, akkor el is csöppen az áram. Tehát gyakorlatilag vas olvasztására tudtuk használni az elektromos áramot. Az elektromos áram hőhatásáról szól ez a kísérlet. Ilyenkor nekem arra kell odafigyelni, hogy amikor el akarok pakolni, akkor tudomásul kell venni, hogy ezek az alkatrészek, ezek tűzforróak, tehát most nem nagyon sietek elpakolni. Csak ide az asztalnak a távolabbi sarkába fogom behúzni. Az a helyzet, hogy valamikor régen én tanítottam általános iskolában egy rövidebb ideig, jellemzően ez úgy volt, hogy valaki beteg lett és beugrottam helyette helyettesíteni, és akkor is kísérletekkel szórakoztattam a gyerekeket, és akkor egyik alkalommal meséltem, hogy hát az elektromos áramot úgy kell elkezdeni, van egy vezeték, abban a vezetékben elektronok mászkálnak, és akkor az az elektromos áram, és az egyik gyerek így elvágta a drótot, és mondta, tanár úr, nincs ezen lyuk, hol megy benne az elektron? És akkor rájöttem arra, hogy hát ez nem is olyan egyszerű, abban a korban, amikor általános iskában először találkozik az ember az elektromos árammal, akkor azt lehet mondani, hogy nincs még tapasztalat róla, és ha nincs tapasztalat, akkor általában az ember nem tudja elképzelni. Ezért én tapasztalatot kell szerezni, és akkor ennek eredményeként én hoztam 3 darab ilyen fúrógépet, ezekkel fogunk most közösen kísérletezni. Akinek van kedve, az jelentkezhet arra, hogy kísérletet megmutassa. Kinek van kedve itt kijönni kísérletezni, akkor gyere te is. Gyere ott, szőke kislány, gyere. Jó. Úgy is van. No. Akkor mindjárt kiosztom az eszközöket, gyertek csak nyugodtan. No. Jó napot. Na, akkor mindenki kap egy fúrógépet, ezt kapott te. Ezt fog. Tessék. Majd mindjárt elmondom, hogy pontosan hogy kell elképzelni. Ezt kapott te. Parancsolj. És te is kapsz egy fúrógépet. Elmondom nektek, hogy ez a fúrógép át van alakítva. Gyertek ide, és akkor parancsolj. Neked mi a keresztneved? Ide, gyere. Lázár, jó? Arra fele arca. Neked mi a neved? Ide áll mellé. Tessék? Velinke. Jó, nagyon szép neved van. És te neked? Sándor. Na, akkor azt kell megnézni, mind a három fúró abban a tekintetben megegyezik, hogy ezt, ha megnézitek, ebben lenne az akkumulátor, ez olyan üres,
mint egy héj. Ugye? Tehát lehet érezni. Aztán amit még kiszedtem, ezt az egész elektronikát kiszedtem, és az a lényeg, hogy a villanymotornak a vége erre a két pontra van kihozva. Vagyis amikor az ember ezt majd megforgatja, akkor ebből áramot fogunk tudni termelni. Most még így üresen nézzük meg, hogy milyen könnyű meghajtani. Próbáljuk meg, hogy... Látom, hogy neked nem olyan egyszerű, hogy killód. Néznek, hogy ő nem killódik, és... Jó, az a helyzet, hogy amikor egy fizikatanár kijön, akkor legyetek mindig óvatosak, mert jó, elég lesz. Fizikatanár kijön, akkor lehet óvatosan gondolkodni, mindig lehet benne valami kis csel. Az első dolog, hogyha megnézitek, egy pillanatra kivesszük ezt, te is ki tudod venni azt a kart? Itt van ez egy hitelhúzó. Nézzétek meg, az egyik kar egy nagyon hosszú kar, a másik hozzá képest egy rövid. Te kaptad a hosszút, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy így könnyebb kurblizni. Tehát te egy kicsit átlettél verve, de ez nem olyan nagy tragédia. Próbáld meg még egyszer megtekerni? Jó nehéz, igaz? Jó nehéz. Neked könnyen megy? Megmondom miért. Mert egy kis ravasság van benne. Annyi ravasság történt, hogy a te... Várjál! Ne küzdjél, higgyél már nekem, hogy... Na. Nézzük meg, ha ezt kiveszem, akkor könnyebb lesz-e tekerni. Na látjátok, de az első átverés az az volt, hogy ha megnézed, látod itt mi történt? Nem. Nem látod? Nem. A kettő össze van zárva. Tehát amit te termeltél áramot, rögtön arra használtuk, hogy fékezzük a fúrót. Ha most ezt visszarakom, megint nehéz lesz tekerni. Na jó, te megdolgoztál a dolgodért, úgyhogy köszönöm szépen, csücsülj le. Jó? Ti maradtatok itt, és akkor én adok nektek egy-egy izzólámpát. Ezt az izzólámpát hozzá lehet kötni oda az aljához. Így bele tudod dugni? Mindegy. Tessék, te is dugd össze, és hogyha most ezek után segítek tartani a lámpát, próbáld meg jó gyorsan forgatni. Kicsit gyorsabban. Hát, hogyha gyorsabban forgatnád, világítan a lámpa, már majdnem világít, cseréljük. Hú, te fogjad a lámpát, én meghajtom ezt, nézzétek meg, hogyha én hajtom, akkor világít a lámpa, jól lehet látni, tehát tudunk áramot termelni. Mindjárt segítek. Azaz, látjátok, tehát ilyen nagyon egyszerű módon lehet áramot termelni, és az áramtermelésnek az a lényege, hogy a villanymotort, ha visszafele forgatjuk, akkor áramot fog termelni, ez történik az erőművekben. Szóval most egy kicsit lazítsál, és ne tekerjed, jó? Elveszem a lámpákat tőletek, és most egy újabb játékot fogunk játszani. A lámpa helyett kaptok egy drótot. Ez egy olyan drót, amivel össze lehet kötni a kettőt. Tessék. Jó, és akkor először azt fogjuk csinálni, hogy te csak tartod ezt a fúrógépet, te pedig megnézzük, milyen gyorsan tudod tekerni. Nézzétek meg, mi történik. Úgy is van. Ő tekeri, mint a veszedelem. Áramot termel, az áramot elszállítjuk ide, és itt visszaalakítjuk munkává. Na, most próbáld meg a másik irányba tekerni. Tehát, hogy attól függően merre tekeri, ez vagy jobbra, vagy balra fog forogni. Van egy kérésem, most cseréljük fel a szerepeket. Te tartsd a fúrót, és te tekerjed. Meg kell dolgozni, érte, fogod látni, de látjátok, a másik irányba forgatjuk, abba az irányba is forog. Azt hiszem, mindenki láthatja azt, hogy mi történik az erőműbe. Az erőműbe van egy villany áramfejlesztő masina, ez most jelenleg ez. Ezt elkezdjük hajtani kívülről egy megadott módon, jellemzően gőzzel szokták, egy gőzturbinával megforgatni. A keletkező áramot vezetéken elviszik messzire, és ott újra vissza tudják alakítani, és mi lesz belőle? Munka. Munkát fog végezni helyettünk. Köszönöm szépen a közreműködést. Van-e valaki közületek, aki úgy gondolja, hogy jó erős? Nem kellett volna széthúzni még egy kicsit. Na ki az, aki úgy érzi, hogy jó erősnek magát?
Mindenki csak saját magát na gyere akkor. Mindenki csak saját magát ajánlja. Azt szeretném megkérdezni, tegye föl a kezét közületek, aki már ilyen fúrógéppel dolgozott. Te dolgoztál ilyen fúrógéppel? Helyes. Mennyi idő alatt lehetne egy fúrógéppel ezt a fadarabot átfúrni? Nem sok. Helyes. Akkor most ez lesz a feladat. Nézd, én azt fogom csinálni, hogy ezt kinyitom. Ennek a helyére berakunk egy fúrót. És akkor te fogod hajtani, én meg fúrni fogok. Te leszel az akkumulátor helyett. Nézzük meg, hogy jó irányba forog el fúró. Nem jó irányba forog, ezért... Nem, majd én fölcserélem a dugókat. Mert így is meg lehet a forgási irányt változtatni. Na nézzük. Úgy is van, látjátok? Ő tekeri, itt meg ez fúr. Én meg ide jövök. Van kedved? Majd te is kipróbálhatod. Na, akkor most kezdjük el. Hogy elnézem, neked meg kell dolgozni, hogy ez át tudjuk fúrni. Lehet, hogy ezzel az evel a kísérleteket van kezdeni, és akkor elég lett volna egy kísérletet bemutatni, mert ezt még 11 órára se fogod átfúrni. Nézzétek meg! Ennyi idő alatt egy ilyen mélyet, lyukat sikerült fúrni. Nem a te hibád. Ha megnézitek, az akkumulátor ebben a kis dobozkában kapna helyet. Ez alig lenne egy kiló. És a benne levő energia, sokkal, meg a lehetőség a termelésre sokkal-sokkal nagyobb, mint amit itt láttunk a gyerekektől. Ez azt is jelenti, hogy a villanymotorok azok leginkább azért készülnek, hogy helyettünk dolgozzanak. És nem csak annyi energiával tudunk majd dolgozni, mint amekkorával mi dolgoztunk, hanem annál sokkal-sokkal nagyobbal. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, fogalmazzuk meg, hogy a körülöttünk levő természetet megismervén olyan eszközöket tudunk építeni, mert az eszköz, ami megkönnyíti az életünket. És tulajdonképpen a fizika órára mentek, az a kérésem, mindig gondoljatok arra, hogy ma vajon mit fogok tanulni, amitől egyszerűbb lesz az életem. Köszönöm a figyelmet.